Deszkázás. Hát nem vagyok annyira képbe a deszkázásba. Have you ever heard of planking? Well, it is a growing craze where people lie face down, flat as a board, with arms at their sides in unusual public spaces. A photo of the pose is then uploaded to the internet. Coffin. Coffin? Hát igazából az a trükk, ha rajt fekszel a deszkán és úgy kell gurulni. Nem tudsz a hasodon feküdni közben? De szállt dolgok. Fordított koffint azon a deszkás padon, bemutatsz neki? Nem. Az a plank, nem tudod? In a very short time, planking has become the in thing. But the tragic death of Acton Beale, who fell 7 stories from a unit balcony early Sunday morning, has been a sobering reminder of how jokes can go too far. Alapszabály, 6. fölött nem plankerünk. Tudjad a saját korlátaidat. Tudjad használni a testedet. Ez a plank. Ez tökéletesen szabályos. Egyenes testtartás, sehol egy görbülés. Ez egy szabályos kutya plank. Van tudja hátra a plankot. Ez a helyes testtartás. Ki lehet találni a helyeket is így. Van is egy jó kis hely volt erre. Az önkormányzatok hajléktalan ellenes lépéseivel tökéletes 2 pontos plankokat alakítottak ki. Nálam is nagyobb embereknek 3 pontos planknak is megfelel a pad. Skinny spot. Igen, ez Kylie. Pont, pont. Nem tudok beszélni, mert tele ment az agyom félre. A specialitásom a 2 pontos blanking is egyébként, tehát én nem 1 pontban szoktam magam feltámasztani, mert általában térnél és szekcsonnál. Ők az 1 pontos blanking királyai egyébként. Nagyon szeretem a kis felületeket. Például a legendás tűzcsapleng. Hát ezt hagyd ne én mondjam már el. Toboltféle tűzcsapleng, gyönyörű, lehetetlen megcsinálni egy átlag halandónak. Igénybe vesz mindenféle szervet, leginkább a nemi szerveket. Nekem fáj. Nekem kicsire fáj. Jó, azt hagyd. Hagyd le. Szóval... Meg volt a pillanat. Elfogadtuk. Teljesen öncélúnak tartom. Maga mutogató nem szól semmiről számomra, semmi extrém nincsen benne, csak hogy... kifeküdj és lefotózzanak. Ez nem egy tanulható dolog, tehát akinek nem tetszik, vagy ellenes, vagy azért az kár vele foglalkozni, ez vagy van benned, vagy nincsen. Egy strájcban van állítva egy deszkának, és hogy így autókat átugrál, meg így szlájdol a patkán, meg mindent csinál. Fogjuk a hajnalt, akkor megyünk, az meg megyünk, elkapott minket, akkor nincs megállás. Plank hátán. Nem munkagépen, aha. Hogy bármelyik részre. Szió, plank mestere vagyok. Szerintetek elbír? Főjén fogok kinézni többször is. Ezért már heavy. Engem rendszeresen biztonsági örök zaklatnak. Próbáltam egy széken is. Próbáltuk a pulton is, de azt sem engedték. Nagyon-nagyon nehéz az életünk. Én 2 biciklivel plankeltem. Pultok bejáratában. Például az egy jó példa. DJ pultokban. Meghökkent emberek a pillantás, akik körbeveszik az ember. Lenéző tekintetek tankelege, és azt kell viselni az extrémedben. Nem a fájdalmat. Most megnézzük hát, hogyha a fiatalabbak jutottak a plankre. Az a baj, hogy a kisebbek is már azt mondják, hogy nem 100-as. Tehát valami a plankeléssel akkor nem oké. Az biztos, hogy hülyét csinálsz magadból, de sikeres nem leszel. Nem plankeltem és nem is tervezem. It's something that is not going to stop. You know, people are going to plank. We say now, don't drink and plank. We'll be right back.
akkor itt maradok, majd ne várjatok meg.